sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket! Jó sokan vagytok! Ennek nagyon örülök! Elnézést, akik nincsen nagyon kényelmes helye. Szolgálati közlemény, hogy a szünetben, a büfében, amit elfogyasztotok, azzal is a 12. osztály művészettörténeti útját támogatjátok, hogy egyetek jó sokat. Amit most látni fogtok, ez Molnár Ferenc Lilium és Kárpáti Péter Világvevő című darabjaiból készült montázs Balázs Júlia tollából. És arra kérlek benneteket, hogy ellenőrizzetek, hogy kikapcsoltatok a mobiltelefonjaitokat. Ezt tegyétek meg a szünetben is. És hogy akik ott ülnek fent, azok így ne nagyon kapaszkodjanak a korlátban, mert a korlátban vannak feltéve a lámpák, és azok mozognak meg, elmozognak ilyenkor. És ezen kívül pedig érezzétek jól magát. Nemes önbizalom, de ne az önhítség. Rugói lelkedet nagy célra feszítsék. Legnagyobb célt pedig itt a földi létben, embernek lenni mindig, minden körülményben. És hogyan? Nem jó, hallod? Tessék! Mindegy. Nem ég a cigarettán. Milyen nap van? Add ide! Nőj eléggé nagyra, betölteni helyed. Jó, megvan. Az. Tisztulunk. Ezt meg hiába szívom, nem még? Ne mondja más meg, még el a nő, hazud a reklám, csalnak a filmet. A férfi ott van, akiben láttuk, s ha észreveszünk, csak őt akarjuk, hiszen a félisteni. Mert nekem kedvem fogja, felüljön maga vintájára, megfizetem a mehetet és felülök.
se piszkolom a kezemet az ilyen cseléde. Majd lelöki a Lilium. Engem lelök a Lilium. Leérítes rá, hogy na, most menjetek innen! De adja vissza! Nem mentek innen! Hallja! Nézze meg az ember, adja vissza! Nagysága, kérem! Basszál! Ne néz! Később megbeszél. Mit csinálsz itt? Már megint ezzel van baj? Azt csinálja, hogy jár a szája! Még neki áll följebb! Nézze meg magát ezt a cselédet, Lilium! Jól nézze meg ezt a hölgyet! Ez ki van tiltva az én környékemben? Ki vagy tiltva? Akkor mars haza! Gyere innen, hagyd itt őket! Nem megyek, nem hagyom magamat! Hé, hey, te! Nem csalsz, te! Úgy nézek én ki? Tessék meg van a Lilium úr! Szemtől szembe! Lelök engem? Lelöknek én, ha tudom miért. De ha nem tudom, hát akkor miért löknélek le? Na lássa! Hallottam, mit mondtam? Ha ez a cseléd oda meri tenni a lábát, ki lesz dobva? Nem tűrök fogdosást az én. Hát aztán nekem nem szabad átfogni a lányok derekát. Én tőlem te elmehetsz vele aludni is. De neki nem szabad! Az én hintámon nincs fogdosás! Mit akar tőle? Erre a véznára mászik rá, amelyén megfogtak. Gyere lányom a hintára, azért is gyere oda minden délután. Súlj fel a legszebb szarvasra. És ha nincs pénzed, a Lilium fizeti a menet. Te rontos! Hát azt hiszed, hogy téged nem lehet kidobni? Miért? Amiért te vagy a legjobb csalogató a ligedben? Már ki is vagy dobva, már el is vagy bocsátva. Elveszel? Elér, hadd érts. Már megint gorombás fogsz velem. Jó, hát rongyos vagyok. Én azt hiszem, engem nem is lehet kidobni, erre már el is vagyok, bocsátva. Nem is vagy kidobva, csak ez a kis segít. Na, Erik. Lilium, megveretek a hózni. Kérjem, bocsánat, tesztül. Aha. Én? Kitől? Ettől a kis cselédtől kérem. Na látod, fiam, és már aztán te se kell lesz nekem többé. Fesse, gyere holnap el, vagy bocs rá. Ha, szia. Szervusz. Milyen jól nézel ki. Te is. És mi újság? Hát nem sok. Riporter lettem. Te meg azóta? Hát igen. Híres lettem. Milyen jól nézel ki. Ja, ezt már mondtam. És hol dolgozol most? A rádiónál. Jól vagy? Jól. Csak hát tudod, sok az emlék. Ide visszajönni, annyi év után. Meg hát aztán te is itt vagy. Én sem lakom ám már itt. Milyen messziről. Tudod, az itt adott koncertjeim a legemlékezetesebbek. Nem iszunk valamit? Dehogy nem. Ne sajnálj te kis cserétbogát. Én nem is. De igen, sajnálsz. Látom az orrodat. Úgy néz rám, hogy engem a legerőködőbb körítások már kidobta. Nekem jöhet imponálni a muskát, né, de az nekem fiatal. És most, fiam, iszok egy sört. Ezt jegyeztem. Minden ilyettségre, action! Na lássa, mégis megijed. Jó, de csak a sör. Hát most már maradjon velünk, Lilium úr. Fizeted a sör? Na jó, ti maradjatok itt, addig a Lilium elmegy és elhozza a dolgait. Addig várjatok itt a padon. Sajnálod? Hát te, miért ők rúgták ki? Mert téged kedvel. Nem is kedvel, csak úgy átkarolt a hintán. Talán nem is esett jól. Még mindig itt vagy? Miért nem mentek haza? Azt mondta, hogy várjuk. Hát az egyik menjen haza. Csak az egyiket gondolom. Na gyere! Na? Melyikük akar itt maradni? Miért nem beszéltek? Elcsapják ám, ha itt marad. Kit? A Julikát. Csak hétig van kimenője. Elcsap. El. Hát aztán igen, nem csaptak el, he? De. Na látom. Hát elmenjek, Julika. Hát, én igazán nem tudok neked mit felállni, Marika. Hát te csak maradj szépen itt, ha akarsz, Julika. Aztán elcsap. Hát elmenjek, Julika. Hát mit akarsz már tőlem, Marika? Te azt jól hallottad. Hát, akkor menj szépen haza, Marika. Szervusz. Vég Anna Mária, oldathangzású, igazi szép magyar név. Mégis, mintha e kies hazában, bizony fakóban csengene, mint külföldön sokfelé.
Milyen furcsa, hideg ország lehet. Fagyos ország, valahol az üveghegyeken is túl. Én bejártam a fél világot, de sehol hírét se hallottam ennek az ijesztő országnak. Külföld szerintem nem is létezik. De hát a haza! Istenem, a haza! Hogy is mondtam fizika órán? Amennyi gáz és szilárd tömeg két szemben elfér. Behunyom az egyiket, szűkebb hazámat látom. Behunyom a másikat, és már otthon is vagyok. Megkérdeztetem, kedves Anna Mari, hogy mit álmodsz otthonodnak? Művésznek? Otthonomnak? Otthonom néhányszer rosszul összeácsolt durva deszka. Jaj, ne álmodj ilyen gyászosat! Néhányszer rosszul összeácsolt durva deszka, rajta hangfalak. Az erősítő fölényes csillogása, varvalacsi dobfelszerelése, billentyűstársunk Hammond orgonája és verejtékes kezemben mikrofon. Barna szemeket álmodok, meleg, kedves, kíváncsi szempárakat. Mindegyik rám szegeződik, billentyűstársunk a billentyűkre csak, torkomban hatalmas gombóc, mély levegőt veszek és... Istenem, de gyönyörű! Vacsoráztál? Nem. Akarsz vacsorázni? Nem. Nemrég jársz a ligetből, alig látolak, vagy csak háromszor. Voltam már előtte is? Voltam. De azért azt csak tudtad, hogy én vagyok a Lilion. Ezt mondták. Van szeret? Nincs. Ne az. Nincs. Mondanám, ha volna, nincs. Nem is volt soha. De volt. Miért mondja, hogy volt? Hát mert csak úgy itt maradtál velem egy szóra. De már tudod a járást. Nem tudom a járást, Lilion. Azt nem mondta, hogy azt se tudod, hogy miért ülünk itt. Hát minek vagy még mindig itt? Hát mert hogy ne hagyjam egyedül. De buta vagy te, bogár. Hát nekem van, ha kell. Nem csak cseléd. Szobalány is. Nevelők is. Akár 20 is. Tudom, Lilion úr. Mit tudsz? Szeretik a nők. Nem is azért vagyok itt. Csak mert, hogy jó volt hozzám. Álljon fel! A rendőrség. Hogy hívják? Závodsz Kenny. Fogjad azt a lányt. Micsoda maga? Mutatványos. Ez a Lilion. Már volt benne egy pár a kerületben. Ja, te vagy az. Kinél vagy most? Özvegy Muskátné, Körhinta. Miért nem mégy haza? Hát mert csak itt ülök ebben a lányban. A szeretünk? Nem. Hát te meg kicsoda vagy? Zeller Júlia. Cseléd? Minden esmány kérem. Nézd meg a kezét. Cseléd. Miért ülsz itt ebben? Miért nem mégy haza? Kimenőn van, nagyságos úr. Jobban tennéd, ha nem ülnél itt ebben a csirkefúgóval. Majd a bokorban lesznek mindjárt nagyságos uram. Elveszi a pénzed. Mi már ismerjük ezt az urat. Olyan buta cserédekre utazik, mint te. Elveszi a pénzed. Aztán majd jössz holnap, de én kirúglak. Nekem nincs egy krajcárom se, kérem. Hallod ezt, Lilia? Nem azért vagyok itt. Fogd be a szád, ne feleselj! Felvilágosítalak, lányom, hogy kivel? Ez egy cselédcsábító. A hintánál is ezért tapják. Szegény cserédeknek házasságot ígér, aztán meg elszedi a pénzt meg a gyűrűt. Gyűrűm sincs. Ne feleselj! Semmi közöm hozzád. Örül, hogy megmondtam. Apád nem vagyok, hála Istennek. Cselédcsábító. Nem kell félni tőle, eljöhetsz velünk. Titkos rendőr, haza kísérjük. Muszáj menni? Nem muszáj. Hát, akkor itt maradnék, nagyságos úr. Én figyelmeztettelek. Köszönöm a jóságát, nagyságos úr. Mondd, hát hogy nem félsz itt velem? Nem. És ha elvenném a pénzedet? Hát, nem kell azt én tőlem elvenni. Már mostan nincs, de ha lesz, odaadom mind. Nekem? Ha kéri. Volt, hogy másnak is adtál? Nem. Nem volt szerető soha? Nem. Nem jössz a táncterembe? Nem. Vigyázok a tisztességemre. Minek? Mert nem akarok soha férjhez menni. Ha úgy van, hogy férjhez megyek valaha, nem bánnám. Nem vigyáznék az ártatlanságomról, mert akkor úgyis mindegy. De nem megyek férjhez soha, hát vigyázni kell, hogy az ember tisztességes lány maradjon. És én most azt mondanám, hogy elveszlek feleségül. Maga? Ugye most megjegysz? Mert eszedbe jutott, hogy mit mondott a detektív. Most nem. Megjegysz? Nem én, Lilion úr. Felülem azt mondom, hogy akar. Nem mehetne hozzám jönni feleségnek. Én csak azt tudom, Lilion úr, hogyha szeretek valakit, nem bánom, ha meg is halok.
Jönnél ilyen csirkefogóhoz? Már ha szeretnél? Akkor a hóhérhoz is, William úr. De nem szeretsz. Nem. Ahogy mondod, hogy nem szeretsz? Hát minek vagy még mindig itt? Már most mindenki lefeküdt. Bezárták az ajtót? Be. Az emberből is lehet ám ember. Lehet. Nem vagy éhes? Nem. És ha elvenném a pénzedet, ha volna? Hát elvenném. Csak vissza kéne menni. Muskátni egyből visszavenne, és akkor újra lenne keresetem. Ahhoz ne menjen. Sok akácfák vannak itten. Ahhoz ne menjen vissza. Pedig az egy szóra visszavenne, én tudom. Ez már én is érzem. Ez itt mind akác figyel. Fehér akác. A szél hozzá. Na! Mondom, szevasz! Mondom, beszéde van a fejedben. Hát azon gondolkoztál már, mi lesz, hogy lesz a balkölökkel? Nem fog az élete végéig a csibékkel funkálózni, emberek a pocsolyába. Ma holnap nyomás az iskolába? Hát nem égnek, hogy itt egy kis szaros koszos? Rikoltozol átnék a sövényen, hogy még azt a kevés normálisat is elfelejts, amit az anyja belevert a fejébe. Hát, hogy megkérdezik tőle, ki az apja? Ki? Azt se tudja, milyen súlyka. Mit tehet arról az a gyerek? Nem az ő szégyen, a gyerek megvan, hát megvan. Nem rosszabb, mint a többi. Kicsit vézna, elviselhető. Annak a szégyen, akinek nevelgetni kéne. Nevelni, nem ordítani bele egész nap, hogy a fülem hasogatja, a gyomrom kifordul. Nevelni, ápolni, mosdatni kéne. Bertolini, Janival épp arról beszéltünk, hogy... Na, ki az apja? Erről van szó, hogy végig apát kéne keresenek a kölyöknek. Itt ne keressetek, mert nem találtok. Bertolini, hadd szóljak már. Ne szólj semmit, értelek. Nagyon is jól értelek. Nyakába varrátok a senki tölgétem, mert viheted a mai ingyen vérlek. Igazam, hogy van, mit szól vele? Mit hozom azt, hogy mi szórakoztam, vegyek azt a gyertek. Ezt meg fizetek a élete végén. Vim, ott voltál, nem kell a pénz, a Mihály elvállalja a gyereket. Vállalom. Magad miért fiat, hogy ír egy lemondó levelet, hogy ám megírja a gyámságban Misinek, aki vállalja. Vállalom. Miről mondjon? Hát sosem az, hogy miről mondjon? Semmiről. Anuljon Sikos János, Rafik anyanek. Jelentem, hogy nem éltem nem életet. Vagyis, anuljon Sikos János, nem kell lemondani semmit. Hirdetlenül felhőségi tudatával jelentem, hogy szóval csak Marival, Ignác Máriával, anyanek Ignác Katalin, nem éltem nem életet. Aláírom éket, szent a béket, hova leszek? Jeleszkedj a földre! Sógorod? Mi van benne? Ki ment? Ki? Hova? Csendesen. Nem a túra? Nem. Mivel ment? Kukacsal vagy villantóval? Nem tudom. Csendesen. Miért nem a drável? Honnét tudjam, írd alá! Sógorom! Mivel ment? Állsz a ruhába? Miben? Neked magyarázom, te osztod neki. Mit? Mit? Nem kaphatós el a bűnös francba. Katonai ellátmány, terepszínű álcadóan. Terep gyakorlatozódik, aztán van, aki elbuffant itt. Na, egyet ki tudtál hozni, ki tudsz hozni még egyet, nem igaz? Egy részes, csukjál. Misi! Megyek. Minek hoz neked? Álcázni akarod magad? Hol laknak? Holnak. Szúnyognak! Szúnyognak álcázok. Nem megy át rajta a micsodája, a szopókája. Van olyan kék sátorvászon, bányászoknak, de az nem jó, randa. Meg ahhoz bukós is a kis jár, mi?
Bukósi csak, szúnyog el! Gyalogság játszagol, az kell. Zöld, barna foltokkal. Na, mit állsz még itt, kisgyerek? Szaladjál! Meg! Meg! Mit? A csereszerződés, a vérszerződés, ha úgy hivatalosan. Ahogy megegyeztünk, te adod a fiamat, te adod az árcabát, én adom a fiamat. Mit teszel? Eladod az édes gyermekedet, fiam? Hát van istenette! Hát tudom is én, mikor lesz nekem kisunokám! Mit teszel, pici Ani, mit teszel? Mindig, minden koncert nekem a nagy találkozás. Itt és most, akkor, és amikor elcsendesül az utolsó akkord, én megyek jobbra, ti mentek balra. Hát nem. Sokszor hajnalig, reggelig maradok. Ti, Anna Mari meg az ikrek? Meg a közönség, meg a portás bácsi, az újságíró, a fényképész, a takarítónő. Sokszor csak beszélgetünk egymás szavába várva szinte, ki spanyolul, ki japánul, ki rutinul, ki ahogy tud. De egy nyelven nevetünk és sírunk. Ez szép. Ja, ez nagyon szép. Hogy mondjam, nem a zenéket akarom kicsinyelni, de ez a nagy találkozás, ahogy mondtad, talán még annál is. Ez mindennél szebb. Ennél talán csak egy pillanat csodálatosabb. Ki a találkozás? Mi az, hogy üzletet kötsz a gyerek fejére? Egyrészes, csukjás. Meghozzátok, lábonnal adom el a gyereket. Miért? Mi az? Hogy jössz hozzá? Hogy mered? Két hetet volt a fogdában. Két hetet egy szaros álcaruháért. Na, hát akkor kibír még kettőt. Nem. Dehogy nem. Azt mondja, inkább megdömlik, olyan szar volt Janikám. Nem lesz álcsaló, ha törőd bele. Mit hát irigylett tőlem? Egyedül nevelem azt a gyereket, és mit kérek cserébe? Mit kértem valaha? Szeretnék végre normálisan élni. Normálisan egy normális férfival. Azt akarom, hogy a kölöknek végre apja legyen, ez olyan nagy bűn, nagy hiba. Most mit nevetsz? Aláírod? Vigyázz, fiam, ne adod magad a disznóságaimhoz. Maga fogja be a száját, nem magához beszélj. Takarodj az udvaromból, beszennyezed a lábaimat. Aláírod vagy nem? Utoljára kérdezem. Fiam, nem is tud rendesen írni. Tudod, nekem is van ám, aki kedvel. Micsoda? Amíg neked nem volt, nem mondtam. De most, hogy neked is van, megmondom. Szívemnek is van szerelme. Hát, kicsoda? Micsoda? Katona. Milyen katona? Hát, azt éppen nem tudom. Valami katona. Hányféle van? Hát, sokféle. És miről ismerem föl, hogy katona? Ha szalutál. Arról az egyről. Akkor jó. Csak mert a húgó... Mit csinál? A húgó, úgy hívják húgó, ez a neve. Mit csinál? Húgó, minek gúnyolsz? Ez a becsületes neve. Húgó, katona, húgó, szalutál a piros sapkával. Hordál az, fiam, piros sapka az hordál. De szalutál, te mondtad, hogy erről ismerszik meg. Hordál az, fiam, az a rangja. Hát a Liliomnak ugyan mi a rangja. Most hogyan ide a Liliom? Hát, mostan akkor tudom, hogy nem katona. Összejössz vele? Össze. Sokat? Sokat. Elvesz. Feleségnek? Feleségnek. Már látod, hogy nem katona. Most kacérkodok vele. Mit csinálsz? Mondja, hogy menjek a ligetbe, aztán nem megyek a ligetbe. Aztán kendőt ígér, mégse nem megyek a ligetbe. Aztán szépen hazakísér, és nem történik semmi erkölcs. Így kell kacérkodni. Csak így. Nem veszekedtek soha? Csak amikor érzékiség van. Érzékiség. Megfogja a kezemet, és úgy sétálunk. Aztán lóbálni akarja a kezemet, én meg nem hagyom. Megint lóbálni akarja, megint nem hagyom. Aztán sokáig nem hagyom, addig, amíg egyszer csak hagyom. És akkor lóbáljuk a kezünket föl, le, föl, le. És ez az érzékiség. De a legszebb a szívszerelme. Az is van. Az úgy van, hogy most már háromkor virrad.
Addigra már megvolt a kacérság is, meg az érzékiség is. Hát elkövetkezik a szívszerelme. A padra ülök, és a hugó fogja a kezemet. Bort nem iszik, csak piros limonádét. Hát nem részeg a hugó. A pofáját az arcomnak támasztja, és hallgat. Aztán leragad a szeme, és lecsúszik az arcomról, mert elalszik. De azért fogja a kezemet álmában. És én nézegélek jobbra, balra, és szagolom a virágszagot, mert az is csak hajnalban van. De ő nem érzi, mert alszik, és én is szeretnék aludni, de nem alszom. Hát csak meg vagyunk ott ketten. És az a szívszerelme. Janika! Jani! Janika! Jani! Jani! Mit akarsz? Jani! Szólj anyának hozzá! Mit akarsz a gyerektől? Aláírod? Ide ne hozzátok azt a kis hívvány, mindent leve összeviszol. Anyám, menjen be! Mit csináljak? Főzzöm! Mit főzzek? Kukoricát! Pecát! Mindig a peca! Elígy inkább kocsmában, menj moziba! Keresd magadnak valakit! Annyi kislány futkos a világon! Befele! De szépek vagytok. Na, ki vele mit akarsz? Janika? Játszik. Mit játszik? Tudom is, hogy valami hülyesége. Anyám! Mi ez a dühöngés? Valaki tudja az ajtót. Állandóan csak ilyen, nem tudom leszokni. De az ártad? Nem akart átjönni. Utál átjönni tehetek róla? Érdekes. Magdóikhoz nem utál átmenni. Végig mindenki ez bemászkál a kis sorba. Csak hogyha átmegyek szerszámért, átmegyek, húzsi elszalad. Misikén vicces, ugye? Mindenkire csak úgy tapad az a gyerek. Csak én előlem fut, mintha valami veszett kutya volnék. Csorogna a nyálon. Misikén, tőled is elfut? Misik szereti. Szereti. Mindig alig várja. Mikor jön már a Misi, mit fog hozni? Mindig hoz neki valamit. Mit hozol? Mit? Órát. Ezt az. Órát. Izé, játékot, nem megy. Karúrá? Olyan kis szar. Lehet mozgatni, tekergetni. Ehhez hozzá még. Hangozott hozzám. Hol fogtok lakni? Itt? Elfértek? Nem itt. Hol? Most társalogni jöttünk, vagy mi van? Nem tetszik valami marikám. Anyám, fogja meg, vigye be. Hova? Konnektorba. Melyikre? Rúgja be, és maradjon be. Mit csinálsz? Kis tudatalpunkat, mit csinálsz? Be van bukva? Szétulhatod a földről, bekülülte? Be van? Be! Mutasd. Nem éltünk nemi életet. Na, még csak azt is bele kéne venni, hogy Susan szülted meg a gyereket. Ne fofász, írjál! Ő semmi. Régen volt az már. Mikor volt? Minek azt elhazudni? Nem hazudok! Utálok rá gondolni! Szar volt! Semmi sem volt! Mert ez valami? Na, kanyar is dobra aztán! Az ott egy semmi? Ki ott kajabál, rúgja az ajtót! Semmi! Neked semmi! Sokba fog ez neked kerülni! Mennyibe? Igen, sokba! 6007-be! Kereken? Addig föl nem viszik az árat. Apassági vizsgálat ilyen olcsón megszámítják. Berendelnek, szépen lefizeted, aztán a vérede feszik meg, kinyesnek belőle egy darabkát. A gyereket is jól megkínozzák. Akkor is csak kihozzák, hogy semmi közöd a gyerekhez. És van közöm hozzá? Akkor jól jártál! Visszakapod a 6007-et, a gyerek megkapja a nevedet, ifjabb Sipos János. Hát baromi, aztán fizeted a 20%-ot, amit meg nem kevetsz, megéri mi? Megint. És nem kell többet olául átordibálod, úgy se érti, nem is tudsz olául rendesen, ott a magyar rajtad röhögnek, minek teszed magad, Janika? Gyalázatos! Aki volt itt már! Jani, Janika, passz, foci apától kaptad! Itt a koszos labdát! Passz, Janikám, kap ki! Vigyázz rá, kisfiam! Jani! Janika! Jani! Anyám! Janika! Dőlnek! Úgy dőlnek, mintha húsdaráló bolynyomnák! Húzza ki, anyám! Vége van! Jani! Anyám!
Csókolom, anyám! Kedves mamája. Oda bent főz. És hogy van a mi kedves esztergályosunk? Jaj, ugyan. Hát a gyerekek? Jól igen. Hozhatok egy kávét? Maradjon ebédre is. Nem kérek, köszönöm. Mondja, hát merre járt a délelőtt? Hogy? Hát erre, arra. Mondja hát, hogy a múltkor kérdezte, hogy... Én, ugyan mint is. Hát, hogy én jártam-e már a ligetben, a körhintán tudja? A körhintán, hogy én jártam-e már. A konyhában ült a piros kisernőm, és hát akkor kérdezte. Én meg gondoltam, hogy az egyik szabad délután. Valóban ezt kérdeztem volna? Nem is emlékszem. Mondja, itthon van a Lilion? Lilion? Mi dolga a Lilionban? Hát vele éppen semmi, de itthon van? Nem, most nincsen. És a felesége? Julika? Hát gondolom. Nem láttam elmenni, de nem is igen szokott. Én hozzájöttem. Beszélem volna Julikával. Hát? Nem is tudom. Talán mégis csak elmenne hova. Hová? Piacra. Piacra? Állja meg az Isten fiam. Mondja meg neki, hogy kerested. Persze, majd megmondom. Villamos 8 oda, 8 vissza, tojásért kellett menjek, de gyalog jöttem. Itt van Ted. Most már 3 forint 46. Igen, 3 forint 46. Nem megy munkába. Lusta? Mesterséget nem tud, napszámot nem vállal, csak fekszik a hasán. Nem szép tőle. A Hugo hivatalszolga lesz, egy állami ügyvéd beszervezte. A körhintához nem megy vissza. Kérdezem miért, nem mondja. Múlt hétfőn megütött. Visszaütötte? Nem. Miért nem hagyod ott? Nem hagyom ott. Kártyázni azt tud, meg verkedni azt is. Cselédettől a pénztárszak. Mert a rendőrség az ilyen tűn. Itt volt az esztergályos. Levesnek való víz. Itt volt az esztergályos. Szép barnember, özvegyember, két gyereke van, pénze van, üzletje van. Nem is 46, 3 forint 66. Igen, én is azt számoltam, 66. Elviszi a hivatalba és elveszi.
Már ötször itt jár, két gyereke van. Ne fáradjon holunk, Demény. Majd én hozom. Ott kint vár. Nem kell. Majd eljön megint, majd ha megint megjelenik. Mert verekedni azt tud. Szép kis az, hogy felszakni azt is. Eszterrel is el akar venni? Nem. Miért nem mész hozzá? Csak. Délután ide hallatszik a Verkli. A sajnálja. Akkor szelíd. Mit mond? Nem mond a semmit. Csak úgy néz. Szemedbe néz? Inkább úgy mellé. De én sem bírom nézni, mert ő nem szereti, hogy nem dolgozik. Azért vedd meg hétfőn. Fájt? Nem. Jó napot! Lilia, mit van? Nincs. Elment? Még nem jött haza. Akkor itt megvárom. Hogyan mer maga ide bejönni? Maga itt a házi asszony. Vigyázzon, mert a szájára ülök. Hogyan mer maga ide bejönni a Julihoz? Annak a rongyosak akarok kenyeret adni. Annak nem kell a maga kenyere, Marika. Feleljen neki, lelkem. Butában még ilyen ostobát nem is láttam. Szervusz. Szervusz. 66. Igen. Szervusz. Nálam kapott minden nap egy koronát. Vasárnap forintot. Sört, szivart fizetett neki a publikum. Inkább éhen al, mint bocsánatot kér. De nem bánom, visszaveszem anélkül is. Nagyon kérdezem a nézőt, hogy hova lehet. Vagy Anna, szőkeit vagy barna, ez pont nem érdekel, nekem a férc. Itt van a muskátné. Látom. Annyit azért csak mondhatnám, hogy jó nap. Minek mondsz rász? Nem mondok én semmit. Látom, azt borodom, hogy akarod mondani. Maga viszik átlázni magát becsukatlan. Maga nekem fiatal. Minek jársz a picsóra? Egyszer majd magával is szalogni megy. Abban járok, akkor be akarok. Mit akar? Tartozok valami? Tartozol is, de azt nem számítom. Tudod, te jól, hogy minek vagyok. Szem fölfogadta a Hozlinger. Tud az úgy, mint én. Tud az, ne félj. Nem is küldöm el, csak kevés az ember, kettő is elférne. Sose volt kettő. Mindig én voltam egyedül csalogató. Hát? Kidobhatom a Hozlingert? Minek azt kidobni, ha olyan jól tud? Menj, kérj a fényképésztől kávét! Hát olyan jó az a Hozling! Nézel ki, hogy köpedelem! Simíts ki a hajadat a homlokodból! Mondja csak maga az én hajamra! Hagyom, ne félj! Ha azt mondtam volna, hogy lógasd a szemedbe, hát félresimítottad volna! Van eszed, visszajössz! Jól megfizetlek! Csak mondja meg őszintén, hogy én hiányzom! Nekem te nem hiányzod! Csak a cselédek azok buknak rád! Kérdezik! Ha van eszed, visszajössz! Itt hagyom ezt a... Nem tudom, mit szeretsz rajta. Már mióta őszít vele? Az életed is megunhattad. Mikor ott a színház, meg a hinta, meg pénz is volna. Hol jártál meg itt az éjjel, hogy így nézel ki? Hagyja csak. Sose néztél ki így. Itt eszed magad. Új verklit vettem. Tudom. Honnan tudod? Ide hallatszik. Jó, mi? Nagyon jó. Jól fordul rá a hinta. Ha van eszed, visszajössz. Minek vágod itt magad? Ott a szép művészet. Az való neked. Művész vagy te, nem vagy te tisztességes ember. Itt hagyom ezt a kis. Mi az annak, visszamegy szolgálni? Nem olyan ez, hogy visszamenne szolgálni. Jó, szép, könnyű élet. Csupa szép lányok, meg sör, meg szivar. Meg megboldog, hogy férjem bűrűjét is adnám neked. Nem. Nem olyan az, hogy visszamegy szolgálni. Hát, nem bánom, hogyha. Azért itt meg vagyok vele. Itt maradhat azért, ha én a művészetbe megyek. Ajaj! Mi az, hogy ajaj? Kicsúfolnak a lányok. Azzal viszed a pénzt az asszonynak. Sosem hallottam még, hogy feleséges ember, hisz a tudják, ki nevetnek. A gyűrűt nekem adja. Neked? Nagyon rosszul vagyok ám én idehaza. Nem vigyázz rá se. Akarsz valamit? Nem. Julio, nehogy elfelejtsem. Majd aztán mondom valamit. Jó. De négy szem közt. Gyere be egy kicsit, megmondom. És dolgom van, látod. Csak egy percet adsz. Na, Erik. Ne! Na! Akkor én addig kimegyek, aztán visszajövök a válaszért. Ne nézz így rá, mert nem érdek meg tüdet. Én most nem érdek meg semmitől. Azt mondtam, hogy mondani akarok neked valamit.
Na, kiveled a hamar? Ezt nem lehet hamar. Miért nem iszod meg a kávét? Ezt akartad mondani? Nem. Itt ki majd addig megmondom. Na? Hát, hogy kérdezted tegnap, hogy a fejem fájt. Igen. Na, hát ez. Beteg vagy? Nem. Kérdezted, hogy a fejem fájt, meg mondtad, hogy másféle volt a kedvem. Azt is mondtam. Talán az eszer gályos? Mi? Te hogy? Csak azt én nehezen tudom megmondani. De neked azt tudnod kell. Én nem ijedtem meg tőle, mert annak úgy kell lenni. Mi? Ha az ember férfival van. Igen? Én nekem gyerekem lesz! Ficsúr! A Julina gyereke lesz! Hát aztán... Semmi, elég ki! Láttam, kiment. Kiment, igen. Adok neked 10 koronát előle. Menjen az a muskátné! Ennyi, mi van veled? Menjen az a oltságot! Nem látja, hogy megnézem? Hogy van, hogy ebbe ülni? Többet az életben muskátné nem látom, Istenem. Isten áldja! Ficsúr! Hát, hogy mondtad, hogy pénz lehetne? Hát lehetne. Mennyit? Pár forintot. Öreg csibész vagyok én már, de velem jöhetsz. Reggel, kávé, gyertek, leveses, megyünk kávét, mindig adja. Adja vissza a bögrét. Hol ünk elég? Mit kell? Mikor magának a lánya született? Na? Semmi. Adj, hogy a kimarán, mondom, hogy Picsú! Mi a gyereke lesz, ezt már hallottam. Hát, hogy mondtad, hogy pénz lehetne a bölgári pénztárnoktól. Viszont, de akkor csak úgy, hogy együtt. Jó. Most menj ki. Aztán majd gyere vissza. Holunder néni! Holunder néni! A Julinak gyereke lesz! Nekem gyerekem lesz! Nekem gyerekem lesz! Én fogtam le a szemét.
Szemét aljas méreg, takard le! Mondom, ne menj ki ne? Mondom, ne menj ki! Azt mondja, hogy érdekes, neked mindig akkor fáj a fejed, mikor pecázni megyek. Nem a célni, mondtam. Nem hagyom érni. Erre kiment. És szemét aljas módon, undorító módon. Nem hagyom érni, jó, hát váljon el! Jézusom, Jutkám, megölted? Azt kellett volna. Kiment az udvarra. Közben veszekedtünk, hordítasztunk. Közben a barátom veszett két vizét. Pálkát. Ilyen vékony acélutat. Aztán bejött. Hordítozott, hogy mindig elhányom a hosszabbítót. Sorsát tudja volna. Na. Végül megtalálta. Bedugta a konnektorba. Kiment. Meg nem tudom, mit csináltam. Sikoltoztam. Menj az anyába, mondom! Dögölj meg, mondom! Ide bele, gyere! Igen, sincs. Nem fele. Na, ez megsértődött, mondom. Elment a drávára. Kinézett. Ott fekszik. Hogy gyerekek, csak az Istenre megmondhatója, miért nem fogdosták meg önöket. Mindent megfogdosnak! Kimegyek. Keszek. Fekszel itt a porban. Kelj föl, ne ülj és kelj! Csak legyen, mert bemegyek! Szóltam a izinek. Telefonos nénnek. Annak az öreg asszonynak. Magika. Neki. Hogy szóljon be. Vigyék el, mert azért zavar, de zavar! Jutka. Itt nem lesz vírasztás. Ne kezdj, anyukám, ne kezdj! Itt nem koszoljanak nekem, szétdobálják a csíkeket. Hülye történeteket hallgassak. Azt mondta a mentő, ne viszik el. Előbb meg kell várni a rendőrséget. Miért temettem föl? Miért tettem az ágyba? Ott kellett volna hagynom, ott a porban. Ki a rendőrség, mindent lemennek, szemben, letényképeznek. Aztán beszólnak a munkásoknak rá. Addig majd csak kihúzzuk valahogy, édes kettesben. És akkor gyertek haladnának már. Reggelig majd csak valahogy pontot teszünk a végére. Reggelig. Engem nem érdekel. Adok egy 500-ast a halott kémre, csak vitessem el. Hát itt kicsi gyerekek vannak, nem egészséges. Mi lesz? Mi? Voltam én már egyedül. Na. Most majd megint egyedül. Még valakit. Különben is ennél nem hiszem. Azért megvoltatok. Nem rosszul, kurva jól? Jó. Nem tudom már semmi. Honnan tudjam? Nem tudom! Emlékszem, Bogádon. Mit csináltál itt Bogádon? Nem volt diszkó, mert elmosta a víz, beomlott a fal. Dingyét loptam, de véletlen volt, eltetlen. Nem jut eszembe. Hatan mentünk két bicajjal. A keszeg nem ült, felfutott. Te előttem ültél a módon a Marikával. Már terhes voltál. Nem látszik. 6 éve. 6 vagy 5? Vagy a hajj voltál? Mész vissza, ne rettem! Jó, Mikám, menj be! Megmondjam neki.
kölykök. Majdnoságos, nem értik? Kicsi kölykök. Miért? Láttak már döglött disztó teleket? Csirkét kopasztani? Jó éjszakát, jó Jézuska. Te, ha a lányod megtanított izére, imádságra. Jó éjszakát, jó Jézuska. A napot köszönöm néked. Bocsáss meg, ha... Mit is bocsásson meg. Jutkám, aranyom. Nem tudtam, hogy imádkozni szoktuk. A keszeg nem mondta. Vagy... Elfelejtettem. Minek is voltam volna, nem igaz? Hát, ma nem lesz pecázás. Itt maradok, jó? Jutka! Baleset volt! Véletlen! Biztos megfogta a hülye, neki gyölt! Hát baleset, véletlen! Véletlenül nevet két pákát. Véletlenül villanyt kötött bele. Hát Jutka, te nem tudod, hogy minek? Levert két pákát, irányban hát, így lehet kukacokat gyűjteni. Annyi kijön, hogy csak a... mint ha a húzsarálóból nyomnál. Csak győzzed szeregetni. Miért mondod ezt nekem, Janikám? Hát ez az igazság. Nem kell keresgélni, tenyészteni, jásni. Honnan tudod? Keszektől? Keszektől, á? Akkor a keszek honnan tudja ezt a jó módszert? Sajnálom. Sajnálod? Sajnálom. Adjon már nektek! Sajnálom! Már téged kisajnál! Az ilyen a villanyag fügyel! Letudja a pákát! Gyerek a kukatok! Gyerek kiálljottál te! Janikám. Kölyköm. Drávára, hadsázni. Csak nincsen, aki kutyogasson. Egyedül. Meg a keszegnél maradt az a szar, nádok. Vite. Mi a baj? A sufni kulcs. Jutka, ne sírj! Nem sírok. Ne sírj, meglátod. Mi? Meglátod, hogy minden. Előbb-utóbb minden. Eszednél vagy.
vagy randa, szőke épp vagy barna, ez pont nem érdekel. Nekem a férfi kell, lehet egy óriás. Ahogy ott mész, látod majd a töltést. Előbb jön a sorompó, aztán le a bőrgyárig, semmi, még csak őrház se. A pénzt azt mi a viszi? Bőrzsákba, abból fizeti a munkásokat. Sokat visz? Sokat. Hogy hívják? Lincmann. Pénztárnok? Pénztárnok. De holdalba szúrom, már nem pénztárnok. Meg kell neki halni. Muszáj. De adhatja a pénzt halál nélkül is. De a legtöbben már inkább meghalni szeretnek. Mindegy, ha szép ő vagy randa, szőke épp vagy barna, ez pont nem érdekel. Ne... Aztán nem kell rögtön Amerikába menni. Nem, a pénz elleszásva 6 hónapig. Pont 6 hónap múlva jön a gyerek. Hát akkor a gyereket is visszük. De majd munkába áll az 3 hónap előbb. Ez azért van, hogy mindig mondhass, kuporgatom a pénzt. Kivándorlunk Amerikába. Én szólítom meg? Az egyik megszólítja beszéddel, a másik megszólítja kiskéssel. Ez attól függ, hogy kinek mihez van szíve. De majd csak szólíts meg beszéddel. Nem hallok? Mit? Onnan kívülről. Mit mondok neki? Azt mondod, jó estét kérem szépen hány óra. Aztán én akkor már szúrok, és akkor mindjárt előveszed te is a kést. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot! Jöjjön fényképész, keresik! Mindegy, ha szűrkeim vagy barna, szóval nem érnek el. A bérképet is csinál? Hogy ne kérem, hogy miért tetszik? Egész alap. Szegény, rongyos életem van nekem. Hogy elmegyünk Amerikába. Gyáj baj. Most kérem, nyugodtan maradunk. Egy, kettő, három. Köszönöm. Legkorábban 5 perc múlva visszatetszik. Jönni kész lesz. Hát majd visszajövünk. Mikor? Még ma este. Itt ülnek és elrondítják nekem a helységet. Menjenek inkább sétálni. Olyan jól menjük, hogy érjük. Hova? Hát vedd el a kést. Melyiket? A konyha kést. Kell az egyiknek kisbicska, az van nekem. De ha vitatkozik, akkor a nagyobb kés is kell. Minek az? Ha komiszkodik, én olyat vitatkozok a fejről, hogy megkancsoltik tőle. Persze. Gőzhajón ülni az jó lesz. A gyári part élvezni az is jó lesz, de dolgozni? Attól félsz. Meglátja Juli, ha elveszem a kést. Hát vedd el úgy, hogy ne lássa meg. Mit nézel? Nem is nézem. Na mondd szépen, megszólítottam. Hogyan szólítod meg? Jó estét kívánok, kérem szépen hány óra? Felel, mit mondok neki? Nem felel. Mindegy, ha szép ő vagy randa, szőke ég vagy barna. Na gyere! Aztán még... Mi van még? De a más világban. Mikor az Úristen elébe megyünk, akkor annak mit mondok? Mi nem megyünk elébe. Miért? Hát, kerültél te már főkapitány elébe? Ellenőrig, legfél kapitányig, ha megyünk. A másik világban is úgy van. Csak úgy. Az is rendőri hivatal. Másik kedvet. Hivatal. Úrnak, Mennyország ilyen rongyosoknak rendőrség. Pénzes embereknek finom muzsika. Nekünk nem muzsika. Nem, fia, nekünk igazság. Jó estét kívánok, kérem szépen hány óra. Minek teszed oda a kezelet? Mondom, maga a szívem a kés alatt. Gyere. Hova visz? Nem úgy volt, hogy 2 hétig nem beszélsz hozzám? Minek beszélsz hozzám? Maradj itthon. Nem marad. Maradj itthon, mert eső lesz is meg. Nem lesz eső. Maradj itthon, este jön az esztergályos, és én már kértem, hogy adjon neked munkát. Nem tudok én esztergályt. Maradj itthon, jön a Marika a vőlegényével, a fényképezet elhozza megmutatni. Láttam én már vőlegényt. Sétálj, menjünk a ficsúhoz. Maradj itthon. Hogy békén elmenni. Mi van a kabátodban? Gátja. Mi van a kabátodban? Elígy az útból! Marika vőlegényétől kérdezik, gyere! Elígy az útból! Nem találom a kést, maga tört el? Nem. Pedig az előbb még ott volt az asztalon, és nem járt bent más, csak a Lilium. Véletlenül. Látja, néni? Gyanúsítja. Pedig előbb kutattam ki minden zsebit, hogy van-e nála pénz, és csak egy papír kártya volt nála.
és mennek a méltóságra, urak a kaszinóba, a kártyára. Így volt, igen. Na, feltehetek egy személyes kérdést. Ó, ne! Nem szeretek a magánéletemről beszélni. Hogyne, megértem. Miről is kezdtem mesélni? Elfelejtettem. Ja igen, az a pillanat, amikor billentyűsünk elkezdi azt az ismert dallamot, nekem a torkomban dobog a szívem, aztán Varga Lacsi rövid dobszúrója után I'm waiting for you. Tudom, ha karjaidban ott vagyok, gyengéden ölelsz, míg a hold ragyog, s a nappalok csodát ígérnek. I'm waiting for you. Nem leszek ilyen boldog senkivel, beérem, hogyha itt vagy ennyivel, csak légy közel, örök szerelmem. Sok száz, sok ezer szempár rám szegeződik. Meleg, megható tekintetek, de én azt az egyet keresem. I'm waiting for you. Ezek szerint te még... Jó, tudom, kerüljük az intimeteket. De annyit minden esetre magad árultál el, kedves Eni, hogy bizonyos tekintetből nézve aktuális ez a dal. Azt hiszed, hogy mert öt földrészen megfordulok, 120 nyelven éneklek, jobb-rosszabb kiejtéssel, akkor már mint az orra herrék, tiritarka, nemzeti lobogó, úgy változtatom az érzéseimet, az igazságomat, a végzetemet? Ha szabad ezen frekvenciásában ilyen szavakat használni. Természetesen aznak, hogy ez a dal már nem lesz aktuális, aznak megkérem zeneszerzők és szellemes szövegírónk, hogy azonnal írjon egy új dalt, új szöveggel, más érzésekkel. Kukú! Hát eljöttünk! Hát ez itt a Hugo. Nem. Baj fel, Hugo. Nem, az a Lili. Hát ez itt a Hugo. Igen. Hát a Lili hol van? Igen, kérem. Hol van a kedves férjem? Elment. Hova ment? Sétálni. Igen. 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 Hát a Hugo elsőtől már nem áll a sarkon. Elsőtől már nem hordár, hanem kaszinó. Nem tudja, kérem a kifejezéseket. A kaszinóba felvettek második komornyiknak. Nagyon jó állást kérem. Az ember megbecsüli magát. Igen. A fizetés. Az is nagyon szép. De fű a borra való. Minden este? Igen. Két szobás lakást béreltünk, de majd ha jobban megy. Akkor házat veszünk? Hát kérem, az ember megbecsüli magát. Jó gyerek a Hugo. Igen. Hát nem kívánsz nekünk gratulálni? De... Hát a Hugot nem csókolod meg? De azt is. Nem sír, kedves nagyság. Mert jó lélek. Köszönjük szépen a szíves együttérzést. Nem tudom, hogy gyerünk kérem már besütíteni. Két egész alap. Bőlegény? Igen. Akkor a hölgyek úrra néz, az út pedig bele a lencsébe. Most nagyszerű. Julikám, mit mondasz hozzá? Igen, fiam. Most kérem szüleskét gyerek nyugodtan maradni. Hármat olvasok, és attól kezdve kérem mozdulatlanul. Egy, kettő, három. Szól? Igen. Gondolkodtam. Mindegy.
Mint gondolkodtál? Nem fontos. Milyen nap van? Hallgass meg, figyelj! Fölnéztem az est alól, az egek fogaskerekére. Csilló véletlen szálaiból törvény szőtt a múlt szövőszéke. És megint fölnéztem az égre, álmaim gőzei alól, s láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Nem jár senki, szerencséje van! Várjon, nem oszítsa meg! Hozok orvos, semmi baj, nyugodjon meg! Ilyen be! Hozom, sietek! Mondom, menjen a dolgá! Ide figyeljen! Orvosok, műszerek, van remény, mindig van remény! Mondtam már, gyorsan kopjon le! Orvos, akkor is kell mentő, rendőrség, halott kémek. Ez a szar úton nem annyi hepeupa, annyi a baleset, mint nincs a... Nincs semmiféle baleset, tűnés! Nincs baleset? Akkor mi van? Mi a baj? Megőrült? Mit világít a pofámba? Mit akar? Mit? Elkötni a motort? Mi más? Téved, uram! Na, lépés, indulj! Ott fekszik a Honda, ott fekszik! Mit csinál? Letölt a lába? Mit csinál? Támaszta? Fekszik a keresztbe! Valaki ajgatott! Mi maga? Határőr vagy mi? Nem akarunk átlogni nyugit? Nem vagyok én határőr. Ott fekszik a keresztbe. Valaki jajgatott, azt hittem. Azért lehet, hogy mégis orvos kéne. Hát a hölgy áldott állapotban van. A hölgy nincs áldott állapotban. Megszültél, Rózsikám! Meg. Na, és kislány vagy gyerek? Gyerek. Gyerek, kis tökös, Rózsikám! Hány kiló? 2,70. Ez kezdett nektek is rossz. Zura, törül, mi? Hossza? Centibe? Istenem, hogy miért kell mindig mindent kiszablászni? Mindenbe belejtni az orrodat, mindent összavarni! Mindent! Hossza! Centibe! Meleg éjszakánk van. Fullasztó. Kívánok, kérem szépen, hány óra? Aztán majd megmondja, hány óra. Hát, ha nem jön. Muszáj neki. Minden szombaton fizeti a munkásokat. Épp ma ne jönne. Mit nézel? Azt nézem, hogy ennek a sinnek sehol sincs vége. Minek nézed? A vonatot is mindig nézem. Mikor úgy este ott állok. Erre jön aztán leköp. Leköp? Le a mozdony. Lefröcsköl. Aztán tovább megy. Én meg itt maradok leköpve. De a szememet azt elhúzza. Úgy utána kell nézni, amíg csak látom. Urak ülnek benne. Újságot olvasnak. Szivaroznak. Merre szíják? Jön? Nem jön. Mármint nem a vonatot kérdezem, hanem a lincmant. Én se a vonatra mondtam. Hallod a sürgőny drótot? Fúj a szél. Ha nem fúj, akkor is hallom. Csöndesen morog. Beszélnek rajta. Táviratoznak? Beszélnek, aztán felelnek. Mindebbe a vékony drót. Aztán morog? Morog. Mit morog? Azt mondja, 23, 23, 23. Én meg csak hallgatom. Minek hallgatod? A madár is hallgatja. Nézi fél szemével, hogy mit mondanak. Azért vagy, hogy én beteg, mert a madár is azért néz téged, mert nincs pénze. Lehet. Akinek pénze van, az nem néz. Hát mit csinál? Hát éppen az, hogy csinál. Valamit csinál. Csak az dolgozik, akinek van pénze. Hát most aztán majd lesz pénz.
Jó estét kívánok, kérem szépen, hát. Mégső jön. Van-e kártyád? Van-e pénz? Tizenegy. Hát akkor 11. Tedd ki. Huszonegyes lesz. Hát most. Mi van, nincs te pénzed? Nincs. Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod, mit? Becsület szóra. Hozomra? Nem, hanem majd lefogom. Miből? Hát majd a pénzből. Vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt. És azt fizeti ki a másikat? Az. Jó, hát akkor mennyi a bank? Hát ha van nála 16 ezer, ebből 8 ezer az enyém, hát 8 ezer a bank. Jó. Aki szerencsésebb, annak több lesz. Hát 100 korona. Resztó. 21. Hát dupla vagy semmi? Dupla vagy semmi? 21! Te, nem csalsz te? Úgy nézek én ki. 1000. Korona. Korona. Kapok 1200-at. Dupla vagy semmi? Dupla vagy semmi. 10. 14. 23. Kapok 2400-at. Hát most nincs több pénzed. Lesz-e itt van a piros ász? Duplázhatod. Jó. Még. 19. Nyert. Még csak egyszer adja egy ászt. A zöld ászt add ide! Lesz-e. Dupla vagy semmi? Azt nem lehet. Miért? Mert ha azt elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600, és neked csak 8000 koronád van. Tudod, ez disznóság. Csak 3200-at tehetsz. Akkor 3200. Én is ászra megyek. 21. Hát mostan... Mostan mindent elvesztettem. Most megmondom. Te egy utolsó! Te egy utolsó! Jó estét kívánok! Kérem szépen, hány óra? Öt perc múlva 6:30. Nézheted a csövet, fiam? Meg van töltve. Eresszen el, nem csináltam semmit! Hát ez mi? Ja úgy, tudom már. De tudom, hogy nekem van egy olma a zsebemben. Azt meg akartam számozni. Hát világos. Elnézést kérek a tévedésért. Pardon. Kérem én. Azt is tudom, fiam, hogy hány óra. 5 perc múlva 6:30. Hagyjon minket, nem bántottunk! Hát behízelek, most igazán nem fogod magad nálam. De én csak nem csináltam semmit. Nézd csak hátra egy kicsit, fiam. Nézd hátra, de bátran. Meg ne próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan? A rendőrök. És hányan vannak azok a rendőrök? Kettő. És min ülnek azok a rendőrök? Lovakon. És mi tud jobban szaladni? Egy ló vagy egy ember? Egy ló. Hát akkor most már hiába is próbálnál elszaladni. Becsület szavamra mondom, ennél nagyobb pecs el sem lehet képzelni. Direkt nálam volt a revolverem. És ha nem lett volna nálam, négyen is jöhettek volna Lincoln ellen. De még ha csak ennyi lenne az egész. Nem néztétek, marhák, hogy honnan jöttem? Most jöttem ki a gyárból, mikor oda mentem 16400 volt nálam. Most nincs nálam egy vas sem. Én rendőrök, öljenek már, hajok a párhoz! Dobja le a kést! Dobja le! Én titeket itt hagylak most. Drága Júli, kis bogaram, Zeller Júlia, minden is cserél. Meg az alaposan? Én megyek, telefonálok a megszűkre. Mi szeressed meg? Onnan telefonáljon a gyárba, ott is van orvos. Na mi áll? Mi kell? Kivegyem a mellé valakit? Ne vedd ki, mert akkor elfolyik a vére. Na mi áll? Mi kell?
Sok itt a szúnyog? Igen. Nincs egy szigorú? Nincs. Hát, ahogy mondom, Mihály. Ebből az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk most, hogy a régi skála szerint én most sokkal előbbre tartani. De hát, azóta emelték a fizetést. Így most nekem kevesebb van, mint volna. Hát, hogy magyarázzam én ezt a miniszternek? Kínlódok tovább. Döglődöm, szomorkodom, kínlódok. Ja. Bizony. Mert anya, a te anyukád, ne félj kisbabám, tündörkém.
Virágom, szerre. Nem volt elhossz, azt mondta, hogy csak szomjas vagy. Én is szeretném. Azt mondtam, hogy majd kimegyek a drára. Mert hogy már ikrázok, aztán azt mondtam, kár volt, hogy majd kimegyek a drávára. Nem hal bele éjszaka kutyogtatni. Hát nem azért, mert nem szeretem, mert itthon nem jó, hanem mert szeretem. Hús. Nem szórakozás. De te majd ezt megérted. Ha nagy leszel, ha kisfiú leszel, majd kiviszek a drávára, jó? Kiragogunk. Elég vízkelődsz a motorra, hátunkra egy pecát, aztán ssss, megtanít el a kutyogtatni. Kutyogtatni. Mert van a vízben egy valami nem egyszer láttam. Sötét éjjel megmozdul, jön rabol, kavarja a vizet, zúg a fél dráva. Kirántom, fejbe vágom. Egy évig jól lakunk, mint a ház. Akkora harcsa, mint az Isten. Nem kérdezem meg, hol voltál, nem. Hol voltál, Rózsikám, nem. Majd kivesz a kosárból, rátesz a mellére, kiköpöd. Köszi, anyu, már apával jól bekajcsisztunk. Igyál. Hadd ide, megölök! Szedd fel. Ho. Sétáltam. Sír. Miért sírt? Egy órája szokott, órája sincs, fölzavartad? Motor, egy motor. Motoroztál? Elment egy motor. Bőgette a rádiót. Kárász rácsa volt. Milyen motor? Szar. Bőgette. Elment ki a drávára. Bejött, dumált neked? Kicsoda? A Berta néni fia, hámokfutó, rohan a drávára. Elmész? Hova mész? Hova? Miért? Ne menjek. Mondd, hogy ne menjek, és nem megyek. De menj! Rohanj! Hideg van! Hús! Nem szórakozás! Bejön a hideg, süket vagy! Hús! Én kifogom a húst, te kiszülöd, Rúzsikám! Hall! Csak tápol! Nem! Kirátom, fejbevágom, megnyúszik! Nem ugrál! Hall, megsütöm! Hall leves! Minden elveri az éjségen az éjségünket! Jól lakunk! A hal, azt tudom! Azt én fogtam én! De hogy ezt a kölyköt kízelte, az csak te sejted, Rúzsikám! Te és az Isten! Nem is sejted, ki csinálta! Kis szőke. De azt tudom, hogy az én fülembe adik! Tudod, mit kopta az anyádba! Hideg, mi? Menj már! Jó ideg, mindjárt lelapad. Volt, nincs, ott sincs? Ott se volt, mi? Ott volt, de... Csiribú, csiribá. Na, még. Rózsi. Nagyon vágsz, te parma állat! Bajtával ölelkezik! Úgy! Ébreszt föl! 5 perc alvás túl sok nekem, na, ébreszt föl! Na, mi lesz? Ott szobrozol nekem reggelig? A bajta ember. Az állat! Annyit nem tudsz kivárni, bár hetet nem bír ki a rohadt! Sajnálom! Bocsáss meg! Bocsáss meg! Bocsáss meg! Én kérlek! Bocsáss meg! Jaj, Istenkém! Ketté szaggat utána bocsánatot kér! Megsértődik, tudtam! Előbb bocsánatot kér! Megcsókolja a sebet, baltával borogatja! Na ez már túlzás! Mi baj? Itt van ház, minden! Van kölykök, szép, szőke képszem, de egészséges ez a túl.
Gondozom, keresek rá, ápolom, fölnevelem becsülettel. Jaj, jaj, fölneveli becsületből, kötelességből! Zoli! Ápolom, gondozom, keresek rá, mintha az enyém volna. Mert nem az enyém, a szétszentségi, szőke, kékszemű, nekem dumálhatsz. De azért lehet, hogy az enyém. Hát ki, ha nem az enyém. Nemet mondj azt neki, ezt elfelejtjük. Nem bántalak. Most már úgyis itt az gyerek. Mindig ordibál. Itt van. Nem álmodok. Itt van benne a kosárban. Fölneveljük hát ki. Na. Az minden olyan lesz, mint régen, Rózsikám. Na. Megmondod? Enyémé vagy? Gyári orvos úr bekötözte, és azt parancsolta, hogy ne vigyük el a rókusig, mert azt már nem bírja ki. Nyugalom kell neki. És várják meg a rendőrorvos úrt, ami meg nem jön. Békibe kell hagyni. Kérem, most az illendőség miatt menjünk innen. Ne zavarjunk. Julikám, mit mondasz hozzá? Julikám, nem kell tőlem semmi? Itt kint leülünk a padra, Julikám. Mostanén, fiam, már csak, hogy éppen meg akarom mondani, mint ahogy vendéglőbe, mikor vége van a vacsorának, aztán ahogy mondja az ember, fizetni, hogy mi volt. Hát, hogy rágyütöttem. Hát, hogy nem azért, mert dühös voltam, hanem mert én nem tudom nézni, hogy sírnak. Hogy bőksz. Aztán, mert én miattam bőksz. Meg, hogy én csak azt tudom, ami mesterségem. És én nem vagyok házmester. És én nem megyek vissza fogdasni a lányokat, és köpök rájuk, tudod? Igen. Na meg a Hózinger. Jöjjön csak ki a hintásni a Hózingerra. Hát ő is tudja. Ugyanazokat a vicceket mesél, amiket én találtam ki. És tőle is fölveszik. Hát úgy is jó. Meg hogy én nem tudtam rád keresni. Se lakás. Semmi. És én tudom, hogy te azt nem érted. De én tényleg egy tisztó vagyok. Nem vagyok házmester. És
és gondoltam, lehetne Amerikában, tudod? Nem akarok én bocsátot kérni. Ezzel mártában sincs. Ha akarod, csak mondd a gyereknek. A gyereknek csak mondd, hogy gazember voltam. Csak mondd, ha van hozzá pofád. Csak mondjátok. Én megpróbáltam, gondoltam, lehetne Amerikát. És ez is semmi között. Nem akarok én bocsátot kérni. Most már jöhet tőlem a rendőrség. És ha a gyerek fiú lesz, akkor... És ha a lány lesz, akkor... Talán én még máma este látom az Istent. Majd én szólok, Julikám. Csak oda ereszenek hozzá, hogy ne úgy, mint itt. Hogy már a portásnál megakad az ember. Aztán, ha jön az esztergályos, hát csak menj férjhez hozzá. Van hozzá pofám. Csak menj hozzá. A gyereknek meg mondd, hogy ő az apja. Elviszi az. Elviszi, tudod? Igen. Na meg, hogy... Megmertek. Hát te tudod, hogy nekem igazam volt. És te nem kell emlékezni azért. Nem muszáj, hogy mindig neked legyen igazad. Hadd. Hát mondd. Legyen a Liliomnak igaza. Mert én úgyse bánom, hogy kinek van igaza. Úgy sincs senkinek se igaza. De azért mindenki henceg, mert nem tudja. Tudod? Igen. Most fogd meg a kezemet. Hiszen mindig fogom. Szoríts meg jobban. Úgy. Most mondja neked a Liliom. Szervusz. Mondd egy szépen. Szervusz. Van itt tinta és tol? Dötös. Hát, szegény asszony, a maga ura meghalt. Vegye kérem tudomásul, a jó Isten majd megsegíti. Itt hagyom ezt az írást. Ezt át kell adni azoknak, akik jönnek a királyi törvényszéki orvostani intézetből. Most mindjárt intézkedem, hogy elszállítsák. Isten megáldja asszony. Közé csókolom. Hát, Gyulikám, Isten nyugosztalja most már megboldogult uradat. De neked, ha sértésnek nem veszed Marikától, neked bizony jobb így. Neki is jobb szegénynek, magának is jobb. Mit mondsz, Juli? Mondom neked, fiatal vagy, majd jön valami terékember. Igazam van? Igaza van neki.
Te mondd, Juli, hogy igazam van. Igazad van, Marikám. Te nagyon jó vagy. Itt van az a derékember, az az esztergályos. Most már mondhatom, minden nap üzenet, amit kérdezett magára. És özvegyemben, két gyereke is van. Neki is jobb szegénynek, magának is jobb. Ez egy rossz ember volt. Bizony nem volt jó ember. Ugye, Hugo? Nem, asszonyság. Nem volt jó ember. Egy asszony nem üt neki. Igazam van? Te mondd, Juli, hogy igazam van. Igazad van, Marikám. Ez magának szerencse, nem? Neki is jobb, neki is jobb. Igen. Visszakapta, kérem, a szabadságát. Hány éves? 18. Mi az? Gyerekkor, igazam van? Igaza van, Hugo. Maga nagyon jó. Ez egy szerencse, nem? Igen. Egy szerencsétlenség volt, ahogy eddig volt. Hiszen enni se lett volna, ha nem hagyom, hogy itt lakjanak a váróteremben. Ha jön, meg a, jön az ősz, meg a tél, nem lakhattak volna ebben a faházban, nem? Persze, megfagytak volna, mint madarak. Ugye, Julikám? Igazad van, Marikám. Esztendőre nem is fogsz emlékezni, ugye? Igen. És ha bármi kell, hát mi itt vagyunk. Most elmegyünk, de holnap reggel megint eljövünk. Gyere, Juli. Nagy szerencse neked ez, Juli. Én mondom, nagy szerencse. Na, sírkodj. Isten áldja. Isten áldja meg. Én megyek, főzök egy kis fekete kávét. Majd jöjjön be, nem evett ma még semmit. Addig is lesz a lányom. Nem tetszik rossz néven menni, ha megnézem? Magánál szolgált. Most már megbékélett velem, asszonyság. Nem haragudtam az asszonyságra. Mégis? Békéljen meg velem? Nem békélek meg. Hát én megbékélek magával, asszonyság. Mindenki szinte szegény, csak mi ketten nem. Maga sem mondja, hogy rossz volt. De én azt mondom. Megbocsátom magának. Engem is megütött, de nem bánom. Elfelejtettem. Azt megteheti. Ha valamivel segíthetem. Nem kell! Tartozom neki két korona hátrálékkal. Attól volna meg neki! Csak azért, mert amiért meghalt, még úgy gondolom, asszonyság hozzája tartozik. Nem tartozom hozzája. Jó, kérem, ne vegye tolakodásnak, csak azért maradtam itt, mert ezen a világon csak mi ketten szerettük igazán. Tartsunk hát egymással. Nem tartok az asszonysággal. Nem is szerettem úgy, mint én. Nem. Én jobban szerettem. Jobban. Isten áldja. Isten áldja meg. Te most már csak aludjál, Lilió. Nekik semmi közük hozzá. Ennek sincsen semmi köze hozzá, a többinek sincsen semmi köze hozzá. Még neked sem mondtam meg soha. Csak most mondom. Bevallom. Komis szemtelen fiú. Komis durva. Komis. Édes drága. De te most már csak aludjál, Lilió. Kinek mi köze a szegény cselédhez? Még neked sem mondom. Nem mondom, amit igazán gondolok, mert kinevetsz vele. De te most már nem hallod a te Julikádat. Nem volt szép, hogy megütöttél. Itt hagytad Julidat. Csúnyán bántál velem, nem volt szép. De most már csak aludjál, Lilió. Komisz csibész fiú! Én téged nagyon... Mindegy. Nem bánom. Úgy szégyellem. De most már megmondtam.
is tudtad. Mégis szégyellem. Jaj! De most már csak aludjál, Lilia. Szóval. Ki az? Ki van ott? Az Eszter Gályos. Mit akar? Ha valamiben segítségére lehetnék. Itt maradjak? Ne maradjon itt, Eszter Gályos. Holnap se jöjjek? Holnap se. Asszonyság. Én nem haragszom meg érte, de érett ember vagyok. Van két gyermekem. Ne jöjjek hiába. Ha valaha jönnék, hiába jönnék? Hiába jönne, Eszter Gályos. Áldja meg az Isten. Áldja meg az Isten. Csak mert az öreg fényképésznél mondta, hogy kész van a kávé. Menjél át. Keljen fel és jöjjön! A rendőrség! Hallja? Keljen fel! Nem hallotta? A rendőrség! Keljen fel és jöjjön! Jöjjön! Azt hiszi ezzel aztán minden rendben van? Megszúrni magát, megállítani a szívét. Itt hagyni így az asszony, meg a testében a gyereket. Így könnyű is volna. Ha ebben minden rendben volna. Magának erről el kell számolni. Isten detektívjai vagyunk. Most velünk jön elszámolni. Előre! Könnyű volna embernek lenni. Előre. Nincs annak olyan könnyen vége. Tudják a nevét még most is. Emlékeznek az arcára. Tudják, mikor mit mondott, mit hova tett. Milyen volt a nézése. A hangja, a keze fogása. Hogyan kopogott a lépése. Ameddig van, aki emlékszik az emberre, addig sok elintézni való van ám még. Drága fiam, nem tudtam. Az ember csak akkor hal meg, amikor elfelejtik. Előre. Mi az, hogy füles? Füles szamár, te. Füles szamár. Öreg apám! Öreg apám az a vén gyilkos.
De meggyógolnám a lábát, de elcsócsálnám. Megjöttél, füles? Kifejlődtél? Hozzám érdekeltél a fülethez? Szép, arányosra nyújtál, formásra? Iva élet vagy már, füles? Hány szép őstény termékenyítettél? Van egy fiam. Fejlett, erős példány? Aranyos, kicsit vézna. Vézna gyerek, kuzsonnára. Janika. Fald fel a tied, ne hagyd, hogy felfalják. Fald fel a tied, ne hagyd, hogy felfalják. Felfalják, elveszik! Vézna gyerek voltál, vacak szemét. Hibas kagyót nem adtam volna érdekel. Még látlak, látom, ahogy ott ülsz. Ringadoztok a ladikban, csapott válladdal, vékony nyakaddal, öreg apáddal. Egyem a lábát. Öreg apád belugatja a madzagot, rozsdás, kampolt, büdös vasat. Te kutyogatsz, kuty-kuty. Öreg apád tépi a füled. Ne úgy füles szamár, ne könnyékből, csukróba kutyogassál. Ne üsd a vizet, repeszd. Kuty-kuty, az oldalam is hasogat belé. Dráván harcsáztunk, hogyan már? De aki vagy, hazudsz! Tavon kutyogattunk, dehogy a dráván, rá? A tó. Hát, megvan még az a tó? Megvan. Hol lenne? Ott még 200 lépés. Oda látsz, füles? Oda. Hát most sötét van. Nem látom. Nádas. Kurutyolnak. Nádas. Kurutyolnak. A tó. Emlékszem, igen, a tó. Hát bölcsek volt nekem az a tó. Paradicsom volt az a tó. Emlékszem, emlékszem, hát, jaj, nádas, kurutyolnak. Füles, milyen a tó? Milyen? Szennyes. Szennyes, hát. Füles, hozd meg a zsineget, lássuk ki az erősebb. Húzza a ne sajnált füles, húzd vár, nem a pár, cigár. Fázom. Baj van? Reménykedsz, füles, nincs baj. Ökrendezek, forog a pendő, a vér, undor, hideg a szában, fúj, mint a petróleó, undorító. Jaj, irgalmatlan vagy, pici Jani. Megvagy te nagy bajszos, megszabadítom a vizet. Sok halacskák áldva áldják a nevemet. De legám, megfogtál. Itt dövök meg az iszabban, nem húzol fel. Nem húzlak fel, mert feljössz magadtól! Ha! Itt vagy a stég alatt, híres, megérkeztél! Rácsapok a farkamban, széleség. Próbáld meg! Gyönge vagy, pajtás! Eresz! Gyere! Eresz, pitam, eresz! Gyere, csak gyere! Megfogtál, megkaptam a kukacot, pedig... Éreztem én a kampó szagát, viselkedte az oldalam. Én is megkaptam, mit tegyek? Kívános vagyok. De, mi vagy? Hát, asszony közd meg, pici Jani. Te szörnyetek, nem sajnálsz te semmit. Te írgalmatlan szörnyetek, ereszel. Nem ingyen kérem, kér akármit, és megkapod. Mit kérsz, pici Jani? Gyere, csak gyere már! Asszony kérsz-e, két körbelábot helyére erős való húzót. Gyere! Kopoltjukat érze! Gyere! Miken hosszú szája, 112 fogad vele, akarod, füles! Gyere, siess, hol vagy? Vörös a majdnáci göndöst, fehér petyesek, nőstény bolondítót. Hol vagy, gyere már! Mit kérsz, teknőt, házat, helikoptert? 2000 gyönge szüzet adok neked. Ne pofázz, gyere! Drága kincsét, ereszel és felhozom neked, csemvízládát, aranypántos kövérládikát, horgont, rozsdás fegyvert, holtat nazárat. Nem bírom, Janikám, vettél a pofámból a szöget. Jól van, kiveszem. 70 000 árma magzatom sír hozzád, pici Jani. Gyere! Jót tett helyébe, jót. Siess! Vigyazó hajtásod, áruld el. Majd elárulj, gyere! Jót tett helyébe, jót. Messze. S a jó kívánság? Jó tetejébe jót? A jó kívánság? A jót...
Jó tette, de... Szóval itt vagyunk? Itt, fiam. Ez az a rendőrség? Ez az, fiam. Nevem Keszeg István. És ön? Hogy hívják? Semmi közöttök hozzá. Ahaja. Szintén öngyilkos? Dehogy is. Baleset a kukacok feladatja. Lilium. Ez a csúf neve? Igen. Mi az igazi neve? Endre. Vezeték neve? Zavocki, az anyám után. Mi jót cselekedett a földi életében? Miért tölte meg magát? Vegy el tőle a kést. Ha visszamegy a földre, visszakapja a tárgyait. Visszamegyek a földre? Akkor feleljen, ha kérdem. Kérem, én nem feleltem, én kérdeztem. Itt nincs kérdezés, itt már csak felelet van. Závodszki Endre, mindenek előtt megkérdeznek. Akar-e most elintézni valamit? Akar-e visszamenni, ha valamit... Eljöttem, hát eljöttem. Minek menjek vissza? Nem én lajogálom. Tisztában van azzal, hogy lenhagyta a feleségét? Támasz és kenyer nélkül? Tisztában vagyok vele. Bánta ezt? Nem bántam meg. Tudja, hogy felesége várandós? És 6 hónap múlva gyereket fog szülni? Tudom. Az is támasz és kenyer nélkül marad. Ezt se bánja? Eljöttem, hát eljöttem. Itt nem lehet makacskodni, mert én keresztül látok magam, mint egy darab üvegen. Akkor miért kérdeznem? Miért nem hagynak pihenni? Hagyjanak aludni. Itt hiába makacskodik, mert itt már végtelen a türelem. Mi rájövünk. Egyet kérdezni. Tessék nekem megmondani, nagyságos uram, a gyerek, hogy az fiú lesz vagy lány? Meg fogja látni. Látni fogom a kis gyereket. Akkor már nagy gyerek lesz. Látni fogom a gyereket. Ismétlem a kérdést. Megbánta-e, hogy hűtlenül elhagyta őket? Hogy rossz férj és rossz apa volt? Én rossz férj voltam? Az. És rossz apa? Az. Mert én nem tudtam dolgozni. Mert nem tudtam nézni, hogy a Juli mindig... Hogy a Juli mindig... Mindig sírt. Mit fél ettől a szótól? Miért szégyelli, hogy szereti? Nem szégyellem. Mindig. Én nem tudtam dolgozni. És én azért rossz voltam, mert utáltam a Ringlihez visszamenni. Mert hagytam magamat a ficsúrtól rábeszélni. És aztán jött egyszerre minden. A rendőrség, a revolverrel. Pedig én ott ártatlanul álltam. A pénzt már el is kártyáztam. Mégis bezáradtak volna. Rossz voltam, mert nem mentem lopni. Lopni kellett volna a Julié. Bizony, öcsém. De ezt nem tudtam. Megütötted a szegény kis cselédet, mert szeretett téged. Miért ütötted? Hát mert csak úgy összejöttünk. Ő is mondott valamit, aztán én is mondtam. És neki igaza volt. És én nem tudtam rá mit felelni. És akkor itt úgy fölment nekem. És megütöttem. Megbántad? Akkor arra a kis vékony nyakára ráütöttem. Akkor tetszik tudni, ahogy mondunk. Megbántad?
Nem bántam meg. Te rajtad nehéz segíteni. De legalább nem is kell. Azt mondanám. Lilian, menj vissza az ágyadba. Reggelre gyógyultan ébredsz fel benne. Elmennél dolgozni? Házmesternek? Nem. Miért nem? Mert én ezért haltam meg. Nem, fiam. Te azért haltál meg, mert szeretted a kis cselédet és a gyerekedet. Nem. Nézd a szemembe! Nem! Ülj vissza a helyedre azonnal! Ez még az én türelmemet is próbára teszi. Keszeg! Most jött meg? Most. Mennyi ideig égett a tisztító tűzben? 13 nap. Keszeg István. Maga 13 napi tisztulás után hazalátogatott a földre a családjához, hogy bebizonyítsa nekünk, hogy megjavult. Mi szépen cselekedett. Elmentem haza. Aludtak szépen szegény árváim. De esett az eső. Becsúrgott a kis házba. Én akkor nekiálltam és megfódoztam a háztetőt, hogy meg ne ázzanak. De a nagy kopogásra felébredtek. Megijedtek. De bement hozzájuk a Jutka, és mert sírtak, azt mondta nekik, ne féljetek, ne sírjatok, szegény apátok jött vissza a más világra, ő kopog, fódozza a háztetőt. Gyönyörű cselekedet. Maga a legszebb jutalomban részesül. És ez olyan szép, hogy benne lesz az olvasókönyvekben, hogy meglegyenek hatva a gyerekek, mikor tanulják. Keszeg, menjen be ezen az ajtót. Magára örök fényességben. Lilio, hallottad ezt? Hallottam. Ez az ember úgy került ide, mint te. De megtisztult, megjuhászodott, és a vizsgát kiállotta. Gyönyörű szép cselekedet. Megfodozta a háztetőt, hát aztán... Háztetőt fodozni minden cserepes tud. Ki kiáltónak menjen a ligetbe? Lilio, te 16 esztendeig fogsz égni a rózsaszínű tűzben. Amíg meg nem nő a gyermeked, addigra belőled is kiég a büszkeség és a dac. És amikor 16 éves lesz a lányod... A lányom? A lányod. Amikor 16 éves lesz a lányod, te is lemész a földre egy napra. Én? Igen, te. Olvashattad a mesékben és a versekben, hogy az elhaltak néha visszamennek a földre. Most elmehetsz. Azt hittem, ez hazugság. Láthatod, hogy igaz. Szóval ez olyan vizsga? Ez olyan vizsga. És megmondják, hogy mit kell csinálni? Azt már nem. Hát? Azt neked kell kitalálnod. Azért tisztulsz itt 16 évig. És ha valami nagyon szépet, nagyon gyönyörűt csinálsz a gyermekeddel, akkor? Bocsássanak! Mit akarsz? Ha nem haragszanak meg. Mit akar? Cigarettát. Nesze, haszontalan. A jó kívánság! Jó tetteibe, jó! Jó kívánság!
kedves hallgatói, adásunkban csak nekünk, csak most Lég Anna Mari szerelméről énekelünk. Ő is annyira, mint a tetszik, csak jöjjenek, olyan kábel is fő. Nászlót?
lesz. Menjünk mindenhova, ide, oda, ott a dráva, egy köpés ide, 200 lépés. Orgászunk. Szeretve száz. Imádok. Hát most kell még megtanítani kutyogatni, mert aztán jön a szoptatás, belent a gyereket. Hányat szeretne? Mindegy. 70 ezer! Vállalod? Hát, vállalnám, csak... Erről a mai világban? Nem erről a szó, csak... Nagyon szereted. Szeretem, imádom, édesek, csak volt nekem egy gondom. Réges-régen. Még szinte kislány voltam, szóval volt az a fiú, meg a többi kórház, érted? Nem orvosok, azok hentesek. Értem. Majd utazgatunk. Járunk étterembe, hát van más Anus, is az most meglátod, tenyeremen hordalak, vigyázok rád. Anus, ne félj, amíg engem látsz, nem halsz bele, megszülöd. János! Hát egy. Ha egy megvan, akkor már belejössz. Úgy potyogtatod, mintha lyukas zsebedből jönne. Egy. Egy még a zökörnek is kijön. Egy nem sok. De! János, sajnos nagyon sok. Túl sok. Jön. Más ember kinkes ervét kiszemezgetik. Gyere. Tapsod neki! Ha lennének embereim, akkor lenne egy cégem, akkor lenne egy szervezetem, akkor lenne egy fizikumom, nem pedig guppiként üres neonfényű iroda. Ha lennének embereim, akkor ezt az utcát végig, azt az utcát is végig, és az összes utcát a kerületben, nem pedig guppiként üres neonfényű iroda. Ha lennének embereim, akkor lenne egy titkárnő. Neki lenne egy akváriuma. Abban lenne egy biológiai egyensúly. És szólnék. Menj, Gabika, etesd meg a guppikat, aztán írjál levelet. Ha lennének embereim, akkor az embereimnek is lennének emberei. Hogy azoknak az embereknek is legyenek emberei. Nem pedig csapatépítő tréning, hogy segg van a lyukadon. Lennének embereim. Akkor az összeset kutyával és fegyverekkel. Kutyával, fegyverekkel és nőkkel. Nem pedig céges radír, céges csor, céges karácsony. Ha lennének embereim, akkor választani. Választani, akkor téged választanálak. Ha téged választanálak, akkor születnének gyerekeink. És szólnék. Etesd meg a gyerekeinket. Aztán pedig menjetek ki a kertbe. Amióta Hugo megvette a központ kávéházat, azóta Hugónak mindig ott kell lenni a központ kávéházban. És te is ott ülsz egész nap. Ott ülök fiam a paszta mellett, és olvasom a lapokat, meg vigyázok a pincéretre. Mari néni maradjanak itt ebédre is. Nem lehet, kislányom, majd máskor. Na, jöjjön Hugo. Mióta magázod a Hugót?
Én ezt így jobban szeretem, nagyságos asszonyom. Amikor tegeződtünk, könnyebben jött a veszekedés, de mióta magázódunk, úgy élünk, mint az utvari tanácsosok. És állapodik. Fáj, édesem. Fáj, kicsikém, kezeit gyakran. Nem hozzuljam az ebédet. Adjon Isten jó napot! Jó napot! Már megint valami fogadós. Mit akar szegény ember? Semmi. Pénzünk nincs szegény ember, de egy kárlagos a szemben. Messziről jött? Messziről. Fáradt? Nagyon fáradt vagyok. Üljön rá, szegény ember. A lánya már adja a lást. Ez a lánya asszonyság? Ez bizony. Maga a lánya? Igen, kérem. Szép, egészséges lány. Anyám! Mi az, fiam? Meg akart fogni. Ugyan, ne szamárkodjál már. Miért akart volna megfogni? Üléseljél. A gyárban dolgozik, asszonyság? Ott. Lánya is? Az is. És kedves férje? A férje a gyárban dolgozik? Nekem nincs férjem. Özvegyasszony vagyok. Özvegyasszony? Özvegyasszony. És kedves férje, régen halt meg? Nem tetszett nekem válaszolni. Bátorkodtam megkérdezni, hogy tisztelt férje, régen halt-e már meg? Régen. Miben halt meg? Nem tudják, miben halt. Elutazott Amerikába dolgozni, és ott a kórházban meghalt szegény. Én nem is ismertem. Amerikába utazott? Igen, mielőtt én még megszülettem. Amerikába utazott? Hát hallja, hogy oda! Minek kérdezi annyit? De csak nem ismerte. Maga ismerte az apámat? Ismerte? Ismerte az állatot? A Lilion, hogy nem? Igaz, hogy olyan szép ember volt? Nem is volt olyan szép. De jó ember lehetett. Nem is volt olyan jó. Ahogy én tudom, ahogy mondunk, amolyan csibész volt. Vicceket csinált a ligetben. Vicceket csinált? Vicceket csinált, meg dolgokat énekelt a Lindispiren. De szemtelen, berekedő ember volt édes lányom. Mindenkit megütött, bizony még a maga kis édesmamáját is megverte. Nem igaz. De igaz. Nem szégyelli magát? Itt hazudozni a gyerek előtt az apjáról. A mi levesünket, a mi kenyerünket eszi, és a mi emberünket szígya. Menj el odébb, szemtelen hazudó. Kérem én. Nem hagyom, hogy félrevezesse a gyereket. Vedd el tőle, fiam, a tenyét, és menj el az útjára. Ha nem volna szegény rongyos koldus, majd megmutatnál neki, hogy merre menjen. Hát nem ütötte? Nem. Soha. Mindig jó volt hozzá. Mondja, vicceket csinált? De még milyen szép vicc. Ne beszéljen vele! Menjen Isten hírével! Menjen Isten hírével! Kisasszony, én nekem a zsebemben van egy paki kártya. Én olyan gyönyörű pusztokat tudok vele, hogy nagyon fog nevetni, ha meglátja. Kisasszony, hadd jövök be, csak még megmutatom a pusztokat! Hagyjon nekünk békét, menjen Isten hírével! Kisasszony, ne tessék engem elkergetni! Hadd jövök be, csak egy percre, csak egy kis percre! Csak mint valami nagyon szépet, nagyon gyönyörűt mutatok. Kisasszony, kérem, most nekem kell valami nagyon szépet, valami nagyon gyönyörűt csinálni, vagy mutatni. Most kell valami nagyon szépet. Ott az ajtó! Kisasszony! Mars! Kisasszony! Anyám! Mi történt itt? Anyám, ez az ember, én mutattam neki az ajtót, és ő ráütött a kezemre, hogy csak úgy csattant. És anyám, én nem is éreztem az ütést, pedig nagyon csattant. És én, mintha megcsókolta volna valaki a kezemet. Anyám! Eridája, menj be a házba. Most rögtön menj be a házba! Anyám, olyan forró és puha volt a kezed, mintha mesztelen szívét tette volna a kezembe. Most rögtön menj be a házba. Maga megütötte a gyerekemet. Megütöttem. Maga azért jött, hogy megütse a gyerekemet! Nem azért jöttem. Mégis megütöttem. De most már megyek is el. Édes jó Krisztusom, kicsoda maga? Én csak egy szegény koldus vagyok, aki messziről jött. Éhes voltam, fáradt voltam,
Kaptam egy tányér levet és egy karékenyeret. És ráütöttem a maga lányának a kezére. Haragszik rám. Édes jó Krisztusom! Hogy lehet az, hogy én nem is haragszom rá? Elment? El. Mi történt itt most velünk, anyám? Nem történt semmi. Drága jó anyám, miért nem mondod? Mit mondjak, fiam? Nem történt semmi. Az történt, hogy minket szépen csendesen ettünk, ebédeltünk, jött egy koldus, mesélt a régi időkről, és nekem eszembe jutott a te apád. Az apám? Az apád. A Lilió. De hát anyám, veled már megtörtént az, hogy valaki rád ütött, ezt nem éreztem. Igen, fiam. Velem az már megtörtént. De lehet az, hogy ilyen nagyot, ilyen erős nagyot ütnek az emberre, és az aztán nem fáj. Igen, fiam. Az lehet. Az embert megütik. És az nem fáj.